Üdvözlet mindenkinek 2022. 8 24-én. Éppen ezt a beszélgetést hallgattam Jordan Peterson és Michael Jon között, és úgy gondoltam, hogy ezt mindenképpen megosztom, mert ez csak egy újabb visszaigazolása annak, amiről oly régóta beszélek. És nem csak annak, hanem egész véletlenül, amiről tegnap szó volt a DGA videóban, a népesség csökkenéssel, illetve annak okaival kapcsolatban. Michael Jon egyébként egy író, illetve haditudósító, aki többnyire most a Ázsiában tartózkodik, különböző ázsiai országokból tudósít, de egyébként a világ különböző tájairól már dolgozott. Az időszak, ami előtt állunk, aminek a küszöbén vagyunk, legalábbis a mi szemszögünkből nézve, az példátlan az emberiség történelmében. És ezt meg fogják erősíteni ők is. Most kezdjük csak egy apró statisztikával, ami fontos lehet a jövőre nézvést. Hogy kérek meg mindenkit arra, hogy osszátok meg ezt a videót, ahol csak tudjátok, hogy minél több ember eljuthasson a weboldalunkra, és amennyiben megtehetitek és szeretnétek, támogassátok a munkánkat, ugyanis ez nagyon fontos ahhoz, hogy a jövőben is tudjuk ezeket a tartalmakat létrehozni és ezzel segíteni az igazságnak a terjedését. Köszönöm. Egy százalékos növekedés a munkanélküliségi rátában, 5 százalékos növekedést jelent a pszichiátriai kezelések emelkedésében. Természetesen ez annak a következménye, hogy az emberek nem tudják ellátni magukat, családjukat, illetve feladatukat a világban. Ilyeneket persze mi nem is faktorálunk bele, amikor elemezgetjük a jövőt, vagy gondolkozunk azon, hogy vajon mi is az, ami vár ránk. Ezek után Sri fog beszélni, és én nem is voltam nagyon tudatában annak, hogy mi történik ott mind a mai napig, de szerintem a többség sem. De ami érdekesebb talán az az, amit mond erről az egész helyzetről. Ugye ez egy hatalmas, jelentős, folyamatos katasztrófa, ami Sri Lankán történik. 21, million people in Sri Lanka. There's... 21 millió ember él Sri Lankán. No way we're be able to feed them. És ez lehetetlen, hogy őket el fogják tudni látni élelemmel in any real sense for any long period of time. So uh, úgy értve, hogy balójában és ténylegesen és kielégítően hosszú időn keresztül. Uh, all that eco movement forward on the Sri Lankan front is going to ensure that those poor starving people are going to eat every goddamn animal on that in that entire country. És minden lehetséges uh, élő állatot meg fognak enni arról az országról, vagy szigetről, és mindez a környezetvédő rendelkezéseknek a következménye legalábbis nagy részt annak érdekében persze, hogy elkerüljék ugye az éhezést, meg fogják enni az állatokat, majd ezután el fognak égetni mindent annak érdekében, hogy fűteni tudjanak, illetve üzemanyagnak az igazság és az érdekes része az még csak most következik és azt nem lehet állítani, hogy ezek az emberek összeesküvés, elmélet, hívők vagy őrültek lennének, s nagyon is tudományos, illetve realisztikus szempontból szemlélik az eseményeket, de figyelj mindenki. So, okay, so what do you going to happen in the fall? Mit gondolsz, mi fog történni össze? Massive famines. Hatalmas éhezések és éhínségek. And you know, I, I went to Sri Lanka 4, 5-6 years ago. Öt-hat évvel ezelőtt Sri Lankán jártam. Csak hogy megnézem, hogy mi a helyzet ott. És rengeteg élelmiszer volt akkor. Rengeteg volt, és olcsó, és elérhető. És minden nagyszerűen működött. És mindez a rendelkezéseknek köszönhető, amiket bevezetett a kormány, ugye a világszervezetek, mint a Világgazdasági Fórum, illetve ENSZ és stb. nyomására. Üdvözlet! Remélem hasznosnak találod ezt a videót, és amennyiben igen, az infobubble.hu weboldalon számos ilyen, és ehhez hasonló tartalmat találsz. Arra kérlek, hogy oszd meg ezt a videót, és lájkold, hogy több emberhez eljusson ez az üzenet, és találkozunk az infobubble.hu weboldalon.